Üdvözlök mindenkit ebben a pár részes miniszériában, ahol kijelölünk egy témakört, amiben nem vagyok otthon, és megnézzük, hogy egy hét leforgás alatt meddig tudok jutni a tanulásban. A részek alatt végig dokumentáljuk a tanulási folyamatot, és röviden összefoglalom nektek a tapasztalataimat. Hát sziasztok, köszöntök mindenkit az NFT szériának a 6. epizódjában. Ebben az epizódban meg fogjuk beszélni azt, hogy mi az a mint, mi az a whitelist, és hogy mit ajánlok akkor, hogyha kevés tőkével szeretnéd elkezdeni az NFT-ket. Hogyha érdekel, tarts velem! Oké, tehát az előző részekben megnéztük azt, hogy hogyan kell kereskedni, hogy kell eladni egy NFT-t mondjuk. Megvettem az első NFT-met, felment az ára duplájára, és mégis mínuszban vagyok. Még nem adtam el, tehát nem szálltam ki belőle. Ez ugye amiatt volt, mert az Ethereum Network-ön voltam, ahol nagyon magas volt a tranzakciós költség. Viszont van ugye két alternatíva is, az egyik a Solana, a másik pedig a Polygon Network, ami mind a kettő nagyon alacsony a tranzakciós költség. De, hogyha nem tudod megengedni magadnak, hogy vásároljál NFT-ket már secondary marketen, tehát egy olyan NFT-t, ami már van, és te csak drágában meg akarod venni annak a reményében, hogy feljebb megy az ára, akkor itt a lehetőség mondjuk arra, hogy te minteljél egy NFT-t. A mintelés azt jelenti az eddigi tudásom szerint, hogy te vagy az első tulajdonos annak az NFT-nek, tehát veled kerül fel a blockchainre az az NFT. Lehet, hogy most valaki majd kioktat itt a komment szekcióba, de én úgy tudom, hogy ez azt jelenti. Ez azért nagyon jó, mert hogyha találsz egy olyan projektet, ami potenciálisan jó, és te tudsz mintelni egyet belőle, tehát te vagy az első tulajdonos az NFT-nek, akkor valószínűleg nálad a legolcsóbb, és valószínűleg utána feljebb fog menni az ára. Általában ez szokott lenni, amikor valami exponenciálisan megnő. Tehát ez ilyen 20x, 50x, meg ilyenek, azok általában ilyenek szoktak lenni, és nem az, amikor secondary marketen veszed meg. Hoztam nektek egy projektet, amit az egyik barátom Matyi küldött, pont azért, hogy szemléltessem igazából ezt nektek. Ez a Polygonon egy projekt, ez csak egy fun, semmi nincsen hozzá, semmilyen utility, semmilyen, viszont ingyen tudok mintelni magamnak NFT-ket. Pontosabban nem ingyen, mert tranzakciós költség van, de ez a Polygon Network-ön van, tehát kb. Kevesebb, mint egy forint. Úgyhogy ugorjunk át a laptopomra. Itt van ez az oldal, az a neve, hogy Doge Colors. Menjünk, itt meg tudod venni igazából, tudjátok, vannak az RGB színek, abból van 16 millió, tudod, amit a LED-en is lehet állítgatni, na és ezeket egyesével meg lehet venni. És úgy gondoltam, hogy mekkora fán lenne, hogyha megvennénk az OM-nek a színkódját, mondjuk a sárgát. Úgyhogy reméljük arra, hogy Color Select, ide meg beillesztem, azt hiszem ez a színkódja. Nézzük meg. Igen, és itt van, hogy mint for free, tehát rámegyek erre, látjátok, be is jött, és itt van, hogy mennyi a tranzakciós költség. Hát ez 0,008 matik, ami hát szerintem még kevesebb, mint egy forint körülbelül. Remények arra, hogy confirm, és szerintem körülbelül olyan fél perc alatt végig kéne futni ennek a tranzakciónak, és utána már hivatalosan is én lennék a tulajdonosa ennek a színnek. Most itt lehet, hogy azt mondjátok, hogy hát de ennek semmi értelme. Igen, ennek tényleg nincsen semmi értelme, ez csak fun, ezt azért vettem, hogy megmutassam nektek igazából, hogy így kell egy NFT-t mintelni. Közben, amíg ez dolgozik, addig elmondom, hogy a whitelist az pedig azt jelenti, hogy hát, ha magyarra fordítanám, nem sok értelme lenne, fehér lista, igazából olyan, mint hogyha VIP lennél. Látjátok, közben a tranzakció végig is ment. Tehát innentől hivatalosan is én vagyok a tulajdonosa ennek. Meg tudnám nézni a tranzakciót is, hogyha szeretném, stb. Okés, ezt most leokézom. Tehát a whitelist az magyarul ugye fehér lista, semmi értelme, olyan, mint hogyha VIP lennél. Tehát itt most tudtam egyet mintelni, hiszen ez egy fun projekt. Óriási a kínálat belőle, 16 millió, és nagyon kicsi a kereslet. Tehát bárki tud igazából szerezni magának. Viszont egy jó projektért ugye nagyon magas a kereslet, és nagyon alacsony a kínálat. Emiatt versenyeznek a helyekért. És a whitelist, magyarul VIP kb. Az azt jelenti, hogy az alkotók biztosítanak téged arról, hogy te tudsz magadnak venni egyet. Így mintelni egy olcsó vagy korrekt áron. Annak a reményében, hogy utána ez folyamatosan feljebb fog menni. Ezeket hogy tudod megszerezni? Nos, ez mindenhol más és más. Általában az adott szervernek, vagy az adott NFT-nek a Discord szerverén, vagy a Twitter accountján van kitéve, hogy hogy lehet whitelistet szerezni. Lehet ez az, hogy csak beszélgetsz, lehet ez az, hogy mennyi embert hívtál meg, stb. Stb. Általában amúgy annyi van kiírva, hogy be cool. Tehát légy jófej, és az emberek amúgy
és az alkotók amúgy észre fogják venni, hogy végig a te nevedet látják mondjuk egy Discord szerveren, és emiatt meg fognak téged jutalmazni azzal, hogy whitelistet kapsz. Ergo, neked biztosan jut abból a bizonyos NFT-ből. Ugye a saját Discordunkon, a saját NFT projektünknél, az Imperial NFT-nél már most is kiosztottunk whitelisteket. Mert ugye voltak olyan emberek, akik annyit beszélgettek, hogy tényleg mindig ott voltak, mindig aktivizálták a közösséget, és tök jó fejek voltak, és azzal jutalmaztuk őket, hogy whitelistet kaptak, ergo biztosan tudnak vásárolni majd a mi NFT-nkből. Röviden ezt jelenti az, hogy mintálsz egy NFT-t, és hogy whitelistes vagy valahova. Ha nincsen neked kellő kezdőtőkéd, akkor én azt javasolnám, hogy próbálj meg keresni olyan projekteket, amik még nem jöttek ki, és a Polygon vagy Solana Networkön vannak, tehát ahol alacsony a tranzakciós költség. Lépj be a Discordjukra, nézd meg, hogy mi kell a whitelisthez, és próbáld meg megszerezni a whitelistet. Majd utána, amikor jön a mint date, ezt szokták annak hívni, hogy amikor kezdődik az eladás, akkor te ugye biztosítva vagy róla, hogy te tudsz magadnak venni. Akkor általában egy alacsony vagy korrekt áron lehet NFT-t venni magadnak, és mivel vagy a Solanán, vagy a Polygonon vagy, ezért a tranzakciós költség is nagyon alacsony lesz. És ilyenkor szokott általában az lenni, hogyha jó a projekt, és nagyra a kereslet, akkor tényleg 10x, 20x, 50x, stb. Ha már neked van kellő tőkéd, és nem szeretnél ilyenekkel úgymond, nem szeretnéd ilyenre pazarolni az idődet, akkor az a legegyszerűbb, hogyha megnézed a második, harmadik, negyedik videót újra, és ott meg azt néztük meg, hogy lehet kereskedni NFT-kkel. Tehát secondary marketen, ha már van egy meglévő jó NFT kollekció, hogy tudod megvenni mondjuk a legolcsóbbat, annak reményében, hogy annak a legolcsóbbnak az ára fel fog menni. Úgyhogy igazából nagyon röviden ez volt. Kettő dolog maradt már csak hátra. Az egyik, hogyha téged érdekel az NFT, és szeretnél Magyarország első oktatás alapú NFT projektjében részt venni, akkor mindenképpen csekkold itt lent a linket, hiszen az Imperial Discordon mindenkit szívesen látunk, aki ez iránt érdeklődik. A második pedig, hogyha egy lépésre hátrébb mennél, és a kriptókról szeretnél tanulni, vagy a kriptókkal kereskedni, akkor pedig szintén lent megtalad a Kriptofóliónak a Discord szerverét, amit meleg szívvel tudok mindenkinek ajánlani, hiszen én is ott kezdtem. Köszönöm, hogy itt voltál, és hogy végignézted ezt a videót, remélem tudtam neked segíteni, és találkozunk a következő részben. A következő etapban megosztom veletek, hogy mit sikerült megtanulnom. Ott találkozunk.